440 milliós fejlesztés, géppark fejlesztés a közútnál, aktuális munkálatok és egy kampány a biztonságért. Ezekkel a témákkal foglalkozunk itt a mai köztérben. Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét. Beszélgető partnerem pedig Molnár István, a Magyar Közút Fejér megyei igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát azt hiszem, most már az időjárás is abszolút megerősít minket abban, hogy itt a nyár, és elkezdődik egy forgalmasabb időszaka az utakon, ugye a nyaralások szempontjából mindenképpen, de a közút számára mennyire aktív ez az időszak? A nyár is egy kiemelt időszakunk, ugye a tél az egy nagyon előtérbe helyezett és nagy kihívás előállítja mind a közlekedőket, mind a közútkezelőt, de a tavaszi-nyári időszak is ugyanilyen időszaknak mondható, hiszen a tél után nagyon sok feladat hirtelen egyszerre zúdul a közútkezelő nyakába, gondoljunk itt a kátyúkra, most is egy csapadékosabb periódus télünk, ez a kátyúk számának a gyarapodásában igen kedvező időszak, ezt folyamatosan kell végezni, de egy másik nagy feladat is megjelenik, a növényzet gondozás, a fák kisarjadnak, ágak, levelek nőnek, az út melletti növényzet elburjánzik, és bizony ez is közlekedésbiztonsági problémákat is feltethet, és folyamatosan kell ezen is dolgozni. Tehát a közútkezelő az egy olyan speciális munkafeladatot végez, ami sohasem pihenhet, sem télen, sem tavasszal, sem nyáron, sem ősszel. Tehát a tavasz-nyár is egy nagyon aktív időszak az életünkben. Itt Fejér megye vonatkozásában, ami az önök területi életékességét érinti, mekkora felületről kell gondoskodniuk nagyjából hozzávetőleg? Hát a maga a kezelt úthálózat az mint egy 1300 kilométer, ez fő és mellék úthálózat, de hozzánk tartozik az M7-es autópálya egészen Budapesttől Köröshegyi Völgyhídig, és maga az M8-as autópálya Dunaújvárosi Dunahíddal. E két utóbbi nyilván egy kiemelt feladat, egy nagyobb kihívás a számunkra, de ez több millió négyzetméter útfelületet jelent. Például a kaszállandó felületben ez kb. 10 millió négyzetmétert jelent, tehát el lehet képzelni, hogy ez mekkora mennyiség. Akkor gondolom ezért is folyamatosan ilyen ütemterv szerint haladnak a feladatokkal. Természetesen, hát ugye a közút a munkafeladatait hierarchikus sorrendben végzi, ezt a törvényi jogszabályok erre is kötelezik, tehát nyilván a nagyobb forgalmú, kiemeltebb útszakaszon végezzük nagyobb gyakorisággal is előbb a tevékenységünket, és haladunk a vége felé, tehát nyilván a kisebb forgalmú bekötő utakat helyezzük a rangsor végére, de hát oda is eljutunk, csak nyilván később. A munkálatok kapcsán nemrégiben ugye mi is beszámoltunk arról, hogy indítottak egy kampányt, a biztonságunk az ön kezében van címmel. Mi ott voltunk a helyszínen, ezzel kapcsolatban készített Szabó Petra a kolléganőm egy összeállítást. Ezt tekintsük meg most, és akkor utána folytatjuk a témával. Jobbágy Krisztiánnak állít emléket a kilométerkő. A 35 éves közútkezelő tavaly az M0-áson egy jobbról előző kamionos ütötte el munkavégzés közben. Az akkor történtekre egy kollégája emlékezett vissza. Aznap én nem dolgoztam, szabadnapos voltam, és hívtak a mérnökségre, hogy elütötik a Krisztiánt. Mert először igazából azt hittem csak, hogy elsodorták, vagy tehát nem történt ugye nagyobb baj. Aztán utána egy fél óra múlva jött a másik telefon, hogy hát meghalt. Nem tudom magam túltenni rajta, tehát még mindig emlékezni fogunk. Talán nekem könnyebben ment, mert ugye kint autópályán dolgozom, tehát láttam egy pár halálos balesetet, bár mondjuk közvetlen kollégám volt, azért ez így más szemszögű világítja meg a dolgot. Hát nehéz volt. Hát nem is tudom, mi az a jó szóra, hogy elfelejteni, vagy túltani magát az embernek, vagy újra kimenjen és újra dolgozzon autók között. Minden esetre nehéz volt. Az eset mély nyomot hagyott a kollégákban. Jobban figyeltem az autósokra, tehát sose fordítok hátat nekik. Mindig úgy csinálom a terelést, meg a bójázást, hogy tehát látom az autósokat. Nyilván hiába látom, tehát hogyha 130-al jön, nem tudok elugrani előle, de mégis próbálok jobban odafigyelni. Dénes Lászlót három gyermeke és felesége várja haza minden nap. A figyelme ellenére mégis megtörtént a baj vele is. Útrendezést végeztem, leállósában haladtam, észleltem egy pályahibát, azt rögzíteni akartam.
ezért megálltam, és egyszer csak hátulról benyom szaladt egy teherautó, átszűktettem a szalagkorlátot, és lementem a 20 méteres árokba, kb. 20 méteres árok alján álltam meg. Hál' Istennek csak az orrom törte, meg agyrázkodás, meg szúzódások. Igazából mondhatom, hogy hát én könnyebben megúsztam, tehát nem tudom, minek köszönhető, talán isteni valami csoda, vagy nem tudom, de hál' Istennek én megúsztam ilyen apró sérülésekkel. Az autó totál káros lett, igazából ez egy új autó volt, nem volt egy éves autó, azt hiszem. Hát igen, tehát azt utána nem is tudtuk használni, tehát totál kára tört. Édesanyámat, édesapámat hívtam föl, hogy jöjjenek be a kórházba, vigyenek be, mert a párom terhes volt, két hét a szülés előtt volt, és ha meghallottam ezt a hírt, tudja, hogy ott megszül, ezt nem akartam. Igazából, hát a családdal beszélgettünk róla, meg ugye sokszor visszanéztem a felvételeket, és így tudtam magam túltenni rajta, meg illetve én úgy gondolom, hogy valaki fentről vigyázott rám, tehát valaki fogta a vállamot. Dénes László 28 nap után ült újra munkaeszközébe. Éjszakás voltam, és az M2-esen ugye felrobbant mellettem egy teherautónak a valamelyik kereke, és hát a csattanásra összerezdültem. Tehát azért el kell tenni egy 3-4 hétnek, hogy úgy túl legyen magam rajta, hogy ne figyeljek mindenre föl, minden zajra föl, mert ugye nem emlékszem a balesetre, de azért mondjuk a csattanás bennem van, tehát az még azért él a fejemben. Az elmúlt 5 évben 30 hasonló eset történt, viszont csak az elmúlt évben 37 esetben ütköztek figyelmetlen autósok a terelőelemeknek, közutas autóknak vagy az úgynevezett ütközési energianyelő eszközöknek. A legszomorúbb szám pedig a 17-es, a 2000-es évektől napjainkig ennyi mérnökségi szakember hunyt el az utakon. Köztük Illés Attila. A mérnökség vezetője másnap nem engedte embereit az utakra. Fél órán keresztül próbálták újraéleszteni, de mindig újra és újra leállt a szíve. Nálam volt Attila telefonja, odaadták a rendőrök, és keresgéltem benne telefonszámokat, hogy egyáltalán fel tudjak hívni valakit. Megtaláltam végül is, amit kerestem a telefonban. De míg fel nem hívtam, addig a pár percig folyamatosan azt hiszem, hogy nem mozdul meg az a fólia. Az esetekben egy a közös, hogy a munkaterületek mellett a vétkes jármű vezetője nem a kihelyezett forgalmi jelzéseknek, korlátozásoknak megfelelően közlekedett, és legtöbbször a megengedettnél sokkal gyorsabban hajtott. Ezeket a videókat bárki megnézheti az interneten, nem megrendezett történetek valódi tragédiákat mutatnak be. A Magyar Közút új figyelemfelkeltő kampányának részei, mellyel az autósokat szólítják meg, hogy vigyázzanak az úton dolgozó szakemberek épségére, hiszen ők pont azért dolgoznak, hogy biztonságosan, zavartalanul haladhasson a forgalom. Amikor egy ilyen eset történik, akkor utána kimenni az útra és csinálni a munkánkat úgy, hogy ne arra gondoljunk minden percben, hogy mi érhet minket esetleg, ez nagyon megterhelő, és hát nagyon szeretném, hogyha a kollégáknak nem kéne ezen gondolkodni, és jövőben afelé tudnánk menni, hogy ilyen szörnyű esetek ne történjenek. Közel 4000 dolgozónk dolgozik kint az utakon, fizikai dolgozók, munkairányítók, mérnökök, akiknek az a feladata, hogy a utak mellett, utakon valamilyen munkát végezzenek, felméréseket készítsenek. Úgyhogy az ő életük úgymond a közlekedőknek a kényére kedvére van bízva, és a biztonságuk az önök kezében van, mondjuk mi, azaz aki a kormányt fogja, az nagyon sokat tud abban segíteni, hogy ne történjen baj. Nem történhet baj, ha mindenki figyelmes. Legfontosabb a balesetek megelőzése, de a cég szerint elengedhetetlen, hogy a sok vagy a gyász feldolgozásában segítsenek dolgozóiknak. Sajnos meg kellett ezt tanulnunk. Nekünk is ez új volt valahol, hiszen senki nem arra készül, hogy a kollégái meg fognak halni, azért nem harcmezőre megyünk, de az utóbbi években ezt be kellett vezetnünk, úgyhogy ha ilyen történik, van egy komoly pszichológiai programunk. Természetesen a munkabalesetek megelőzésére folyamatos balesetvédelmi oktatás, ami mindig ismétlődő, és hogyha bármilyen, akár kvázi baleset is történik, amiből lehetett volna valami, akkor azt minden esetben leoktatjuk a teljes állománynak, hogy ezekre a dolgokra ők is jobban figyeljenek oda. Biztonságunk az ön kezében van, üzenik tehát az autósoknak a közutasok.
Nos, hát azt hiszem, hogy azért elég elgondolkodtató számok estek itt szóba kerültek középpontban, tehát az, hogy a 2000-es évektől a napjainkig 17 mérnökségi szakember hunyt el munkaterületen, szerintem ez is egy riasztó adat. Mi okozza a fő veszélyt, mire hívná fel a figyelmet? Igen, hát ez egy nagyon nehéz téma, amiről most beszélünk. Nagyon gyakran szó esik arról, hogy a közúton balesetek történnek, nyilván ez nagyon-nagyon fontos problémakör, viszonylag kevés szó esik arról, hogy az úthálózaton munkát végzőkkel is sajnálatos módon történnek balesetek. Ennek szerintem az elsődleges oka az, hogy mi, amikor a közúton dolgozunk, a legtöbb közlekedő minket akadályozó tényezőnek tekint, hogy akadályozzuk őt a folyamatos haladásában, és nem gondol arra, hogy mi azért végezzük a munkánkat, hogy biztonságosan célba érjen. Tehát mi, nekünk mindenfajta tevékenységünk csak egy célt szolgál, hogy a forgalombiztonság az megfelelő legyen, tehát egy kátyú elhárítása is azt a célt szolgálja, nem kátyúznánk be, akkor az nyilván balesetet tudna okozni, vagy egy útellenőr halad egy autópályán, nagyon gyakran látjuk, hogy egy terrautó defektet szenved, és nagy gumidarabok vannak a forgalmi sávban, ez nagy baleset veszélyes forrás, és most az útellenőrnek meg kell állni, és kimondva kimondatlan illetek kockáztatásával ezt a baleset veszélyes szituációt meg kell, hogy szüntesse. Ezt nagyon gyakran a forgalomban közlekedők nem veszik figyelembe, és hiába teszünk ki akármilyen jelzéseket, akármilyen forgalombiztonsági berendezéseket alkalmazunk, nem vesznek róla tudomást, akadályozó tényezőnek tekintik, és nem megfelelő sebességgel, nem megfelelő oldaltávolság megválasztásával haladnak át a munkaterületek mellett. Nagyon-nagyon sok rémisztő példát tudok mondani, de egy nagyon exakt példa, most szerdán is történt egy viszonylag csúnya baleset itt Székesfehérváron, nyugati elkerülő mellett kollégáim kaszálást végeztek, megnőtt a fű a patkán, ezt nyilván le kell kaszálni, egy munkagép végzi ilyenkor folyamatos haladással a kaszálási tevékenységet. Ilyen nagyforgalmú főutakon már nem tudunk kimozdulni fedező autó nélkül, ugye ez egy nagy teherautó, amelyen egy ilyen energiaelnyelő elemet alkalmazunk, azért, hogyha abba egy jármű beleszalad, akkor a rugalmas ütközés elvén szépen lefékezze őt, és megvédje a mi dolgozónkat, meg megvédje azt is, aki belerohan ebbe a járműbe. Tegnap hiába volt itt mindenféle forgalomtechnika, egy figyelmetlen kamion és egy személygépjárművet egyszerűen neki tolt ennek a energiaelnyelő berendezésnek. Isteni szerencse, hogy sem a személyautó vezetője, sem a kamionsofőr része, az is nagyon fontos, hogy ők sem sérüljenek meg, meg a mi kollégánk sem sérült meg. De nem alkalmaztuk volna ezt a technikát, akkor bizony itt most nagyon szomorú tényekről tudnék beszámolni, de szomorú tényekről is be tudok számolni. A tavalyi évben Fejér megyében nem történt halálos baleset, de 2017-ben az M7-es autópályán két kollégámat is halálra gázolták, ez mind-mind figyelmetlenségből adódott. 60-as forgalomkorlátozás mellett rendőrségi szakértők megállapítás alapján több mint 100 kilométerrel hajtottak el nagyobb méretű autók, amelyek elsodorták egyszerűen a munkavánkat. Ő védekezni sem tudott, elugrani sem tudott, és még egyszer mondom, halállal végződött. Tehát én itt mindenkit arra kérnék, hogy mi nem tréfa dologból dolgozunk az úthálózaton, hanem mindenkinek az érdekében, aki közlekedik, ezt fontolja meg. És azok a közúti jelzések, amelyek ott vannak, itt elsősorban a sebességcsillapításra. És ezek olyan nagyon, tehát hogyha most így visszapörgetem az emlékezetembe, hogy nyilván amikor közlekedek, akkor nap mint nap akár az M7-esen is lehet látni jó nagy jelzéssel, élénk színekkel is jelzik ezt, hogy kerülni kell, hogy mekkora sebességgel kell elhaladni, tehát hogy valóban a közút részéről ezek elég feltűnően vannak elhelyezve ezek a figyelemfelkeltő jelzések. Így van, csak ezek a közúti szabályokat nem jó kedvéből hozza senki, hanem azt nyilván megfontolja, és azért kell lecsökkenteni 60-ra, 40-re, vagy akár 30 kilométerre, mert szűk a forgalmi sáv, közelében emberek dolgoznak, húsvér emberekről beszélünk, tehát itt azért ezt kell átérezni, és a senkinek sem kívánom, hogy egy elhunyt családtagjával közülni kell a legrosszabb hírt, illetve ha valaki súlyos életveszélyes sérülést szenved, azt mint sérült áttér, de akár mint okozó is áttérje. Tehát itt ez mindenkinek nagyon nagy a felelőssége, és a baj hamar megtörténik. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni. Például amikor forgalomterelést végzünk, itt kézi jelzőreket alkalmazunk, hát ez egy életveszélyes munkakör. Az nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem veszik figyelembe, és neki mindig figyelnie kell, és el kell ugrani néha felelőtlen
Fizikailag el kell ugrania, mert valaki egyszerűen észre sem veszi, tehát annyira figyelmetlenül közlekedik, nem odafigyel, utazik, nem vezet, hanem utazik, valamit babrál, nem figyeli az úton történéseket, és emiatt fizikailag le kell ugrani a pályáról, tehát ez egy hatalmas figyelmet követel, de a közlekedés az veszélyes üzem, és mindenkitől azt kérem, hogy nagyon figyeljen, amikor közlekedik, mert bármelyik forgalmi szituációban másodperceken belül megváltozhat az a helyzet, ami éppen akkor van, és akkor nagyon gyorsan kell reagálni. Akkor mondhatjuk azt, hogy önök, mint munkáltató ilyen esetben, ugye ezeket, amit az imént is említett a példánál, különböző eszközöket, és mondjuk tényleg a jelzéseket tudják a munkavállalók érdekében ugye használni és feltüntetni. Igen, hát munkaszervezéssel próbálunk, nyilván munkaterületek védelmébe gondolkodunk, ezeket folyamatosan fejlesztjük, egyre is újabb és újabb eszközök jelennek meg, gondolkodunk ilyenbe, hogy ezekre az energiányerő berendezésekre radart szerelünk, és az valamiféle sziréna szóval figyelmeztet, ha valaki nem megfelelő sebességgel közlekedik, vagy fekvőrendőröket helyezünk a munkaterület elé. Tehát nagyon sok mindenben gondolkodunk, és folyamatosan fejlesztjük is ezeket, jobban látható forgalmi technikai jelzéseket alkalmazunk, hosszan, 6 méterre kinyúló, világító, vibráló jelzéseket próbálunk alkalmazni, tehát minél jobban igyekszünk felhívni, de ezt figyelni kell. Tehát aki figyel és ezt tudja értelmezni, akkor az le tudja csökkenteni a sebességét, de a technika mit sem ér, ha nem figyel az ember. Akkor mondhatjuk azt, hogy a figyelem a legfontosabb tényező, már hogy az autósok részéről. Így van, így van. Jó, beszélgetésünk elején említettem még egy fontos dolgot, ami a munkálatokat érinti, hiszen itt azért volt egy 440 milliós eszközökkel kapcsolatos bejelentés itt a héten. Tekintsük meg erről Rába Henriett, a kolléganőm összeállítását, és akkor majd innen folytatjuk tovább. Tavaly vette át a Magyar Közút a kerékpárutaknak az üzemeltetését, mint egy 1000 kilométernyi hozban. Mit gondol erről ön, mint kormánybiztos, mire adhat lehetőséget ez? Hát az igazság, hogy nagyon sok probléma volt a kerékpárutak üzemeltetésével kapcsolatban, mert ugye az egyik gond volt, hogy a kerékpárutak, amik épültek, nem alkottak egy egységes, egybefüggő hálózatot, de a másik gond az volt, hogy ami megépült, az sem működött teljesen úgy, ahogy szerették volna az emberek, és nagyon sokszor kaptunk olyan leveleket, hogy benőtte a bokor, sárátfolyás történt rajta, és hónapokon keresztül nem történt semmi. És az a helyzet, hogy ezért készítettünk egy kormány előterjesztést, ami arról szólt, hogy a magyar kerékpárút hálózat legfontosabb országos elemeit, azt a Magyar Közút vegye át. Ez megtörtént. A Magyar Közútban megteremtették a személyi feltételeket, hogy itt az üzemeltetés megfelelő színvonalon történjen, de azért el kell mondjam, hogy a mai napon egy új időszámítás kezdődött a magyar kerékpárutak működtetésének történetében, hiszen itt van mögöttem ez a 15 munkagép, mindenféle adapterrel, a hókotró ekétől a fűkasszáig, ami hát olyan brutális, néztem, hogy ez a bokrokat is elviszi a kerékpárút mellett. A szórógépeken keresztül a kis utánfutóig minden van ezeknél a traktoroknál, és azt hiszem, hogy a kerékpártúrázók nagyon rövid időn belül meg fogják tapasztalni, hogy teljesen más állapotban lesznek a kerékpárutak, mint amilyen állapotban eddig voltak. Ugye eddig az önkormányzatoknak kellett volna nagyon sokszor a városuk, településük határain túl is karbantartani az utakat, ez elég gyakran nem történt meg, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon reménykedem abban, hogy a kerékpárosok ezt a nagyon jelentős változást, ezt érzékelni fogják. És hát azt is el kell mondjam, hogy most kipróbáltam ezt a traktort, még soha nem vezettem traktort, de nagyon egyszerűen kezelhető, és szerintem dolgozni se lesz annyira kényelmetlen rajta, hiszen a modernséghez az is hozzátartozik, hogy már légkondicionáló is van benne, és tényleg én nyugodtan mondhatom, hogy ezek a gépek a világ bármely országában is a csúcskategóriába tartoznának, úgyhogy én örömmel és büszkén mondhatom, hogy hát nagy örömmel tölt el, hogy pont az én kormánybiztosságom alatt sikerült ezt elintézni, és nagyon bízom benne, hogy a kerékpárosok élvezni fogják azt, hogy ilyen gépeket kapott a Magyar Közút. A Magyar Közút tavaly vette át mintegy 1000 kilométernyi kerékpárútnak az üzemeltetését. Milyen feladatokkal jár ez az üzemeltetés?
Számunkra is új volt a feladat, hogy ilyen kisebb, keskenyebb útszakaszokat kellett üzemeltetni. Itt ami újdonság számunkra, hogy ugye a lassabban közlekedő kerékpárosokra, esetleg gyalogosokra is folyamatosan oda kell figyelnünk. Jelenleg az üzemeltetéseket a meglévő, egyéb telephelyinken lévő régebbi eszközökkel láttuk el. Ezek gyakorlatilag nem a kerékpárút hálózatra voltak specializálódva, ezek nagyobb rézsűfelületek kaszálására, inkább a közúti hálózat elemeinek üzemeltetésére szolgáltak. Mit lehet tudni ezekről a most átadott gépekről, ezek mit tudnak? Ezek a most átadott gépek tényleg arra vannak kitalálva, hogy kerékpárút hálózatot üzemeltessenek. Ezek, ahogy említettem is, tényleg csúcskategóriás eszközök. Ez a John Deere traktor gyakorlatilag az év minden napján kihasználható, mert vásároltunk hozzá hóekét, illetve sószórót a téli időszakra, az őszi, tavaszi takarításokra seprő adaptert, valamint az eszközhöz tartozik még rézsükasza is. Ez a rézsükasza az a kerékpárúttól 2 méterre le tudja kaszálni a teljes növényzetet, valamint egy pótkocsi is tartozik hozzá. Ezen a pótkocsin ki tudjuk szállítani a esetleges útburkolatjavításra szükséges aszfaltot, hengereket, tömörítőeszközeket, amivel a üzemeltetési karbantartási feladatunkat át tudjuk látni. Tehát tényleg egész évben tudjuk ezt az eszközt használni. Ugye most 15 gépet adtak át a munkaszolgálatába. Ez elég elegendő lesz-e így a kerékpárutaknak a karbantartására, vagy kell-e majd szükségesebb bővülés? A meglévők mellett a jelenlegi kerékpárút hálózatot ki tudjuk szolgálni, de hogy kormánybiztos úr is említett, hogy folyamatosan fejlődik a kerékpárút hálózat, ezért gondoskodunk a folyamatos beszerzésről. Az idei évben elindítunk további 5 darabra beszerzést, és ahogy a NIF ZRT építi a kerékpárutakat és vesszük át, úgy fogunk folyamatosan több és több eszközt beszerezni. Gépek, berendezések, ez ugye, ahogy elhangzott, a kerékpár útas résznek a rendbetételét segíti majd. Mennyire fontos a gépesítés? A gépesítés ez egy alapvető történés a mai világban, ez a közútkezelő tevékenységben is így van. Bármi munkánk igen nehéz, hiszen nagyon sokféle munkafolyamatot nem tudunk kiváltani, a kézű munkaerőt igényli, kisebb kátyuk megszüntetésre gondolok, vagy bizonyos kaszálási feladatok nem gépesíthetők a domborzati viszonyok miatt, de a munkaerő kimélése, illetve a munkaerő kiváltását az gépesítéssel lehet megoldani. A gépesítés az nagyon fejlődik, és megfelelően alkalmazott berendezések vásárlásával ugye hatékonyabban, gyorsabban tudunk dolgozni, és biztonságosabban is, hiszen gépesítése jóval nagyobb felületeket tudunk elvégezni, jóval nagyobb felületeken tudunk, jóval nagyobb termelékenységgel tudunk dolgozni. És hát ugye a kerékpárút hálózat is bővül, hiszen ezeket a speciális eszközöket, ahogy az elhangzott, hogy javarészt ott is tudják használni, ezt gondolom akkor feladatokban is megjelenik önöknél is. Így van, hát 2010-es jogszabály alapján mi nem csak főutakat, mellékutakat, meg autópályát üzemeltetünk, hanem nagyobb jelentőségű kerékpárutakat is. Ez országosan mintegy 1000 kilométer, tehát ez egy jelentős hálózat, ez Fejér megyében mintegy 20 kilométeres hálózat. Kerékpárutakról azt kell tudni, hogy az is út, bár keskenyebb, meg kisebb, meg kerékpárok közlekednek rajta, de ugyanolyan út, és ugyanazok a feladatok jelentkeznek, mint egy szélesebb főúton, és a közútkezelőnek ugye fel kell készülnie. Gondolok arra, hogy ellenőriznek kell, hogy van-e azon probléma, burkathibákat meg kell szüntetni, kaszálni kell róla, és sőt még télen üzemeltetni is kell. A kerékpárutakat egyébként mi szakmai szempontból két nagy csoportba osztjuk. Az egyik az úgynevezett hivatásforgalmi kerékpárutak, a másik pedig a szabadidős kerékpárutak. Ez mit jelent? A hivatásforgalmi kerékpárutakra az jellemző, hogy azok a télen-nyáron használják, például munkába járás céljából. Ilyen például itt Fehérvár környékén a Pálkos Kisfalu Székesfehérvári kerékpárút, ezt használják munkába járáshoz. A szabadidős kerékpárút, ilyen például a Velencei tó déli partjára lévő kerékpárút, ez pedig turisztikai szempontból a tavaszi-nyári őszidényben használják. Ez a mi szempontunkból azért lényeges, mert amit télen használnak, ott téli üzemeltetést kell végezni, magyarul a hóeltakarítást és a sikosságmentesítést el kell végezni, ugye ez egy speciális feladat, azt már nyilván gépesítést igényel, és az ugye egy komolyabb megszervezett munkát igényel, és a közút most 15 speciális gépet szerzett be, ezek kis traktorok, mindenféle eszközzel felszerelve, amivel lehet sót szórni, lehet havat eltakarítani,
de van rajta egy seprőadapter, tehát ha a burkolat elszennyezők le lehet seperni, és kaszáladapterek vannak hozzá, tehát lehet a kerékpár út melletti növényzetet kaszálni, tehát ezekkel nagyon pontosan és precízen el lehet végezni. Fejér megyében mindösszesen még 20 km kerékpárutat kezelünk, ez nem tűnik nagy számnak, mert ezek jelentősek, hát egy Velencei-tó déli partján nagyon-nagyon nagy a forgalom, kerékpáros forgalomról beszélek, de ez egyébként folyamatosan bővülni fog, hiszen az idejében úgy néz ki, hogy elkezdődik a Budapest-Balaton kerékpárút építése, a megyét teljesen kettészeli, tehát ez egyre növekvő feladat és egyre nagyobb kihívása elé állítja a szervezetemet, és ezt a célt szolgált ez a gépbeszerzés is, hogy ezeket a problémákat kezelni tudjuk. És ahogy ez a bejátszó is elhangzott, és ön is említette, hogy ugye ezt folyamatosan tudják használni, tehát 4 évszakos gépek, ha fogalmazhatok így. Így van, hát ezek speciális szélgépek, és télen-nyáron dolgoznak, télen megtaláltok lesznek a hivatásforgalmi kerékpáruton, és télen-nyáron például kaszálnak, meg burkolatot takarítanak. Igazgató úr, az elején a beszélgetésünkre én ugye említettük, hogy folyamatosan nézik a prioritásokat, és hogy folyamatosan ez az időszak is ad munkát bőven a közútkezelőnek, de hogyha egy kicsit előre tekintünk az elkövetkező hetekre, hónapokra, akkor hol kell arra számítani, hogy önök akár útjavítást, felújítást, vagy bármi egyéb feladatot végeznek, mire hívná fel a figyelmet, merre kell számítanunk az önök munkatársaira, hát ettől körültekintőbben közlekednek majd az autósok. Ez a nyári üzemeltetésben gyakorlatilag minden útszakaszon elő fogunk fordulni, mindez 1300 kilométeren, hiszen a kaszálás azt például folyamatosan kell végeznünk, és gyakorlatilag amint befejezzük, indulunk újra. Kátyuk azok nyilván a régebbi rosszabb burkolatokon fordulnak elő, ilyen például az Úridára vezető út, Sárkeresztesi bekötő út itt a környéken, több ilyen utat fel tudnék sorolni, tehát ezeken megtalálhatóak leszünk. Az idén egyébként már saját erőből kb. 5000 tonna aszfaltot bedolgoztunk, ugye ezek a kátyozások, nagyobb felületű munkák. Nyilván a nézőket érdekli, hogy nagyobb volumenű vállalati felújítás hol történik, ugye ezek hosszabb ideig tartó, több hónapig tartó korlátozást jelentenek, és külső vállalkozók nagy felületen avatkoznak be. Ugye a Magyar Falu Program az érinti az országos közúthálózatot is, ezt a kormány indította, és van egy ilyen eleme. Ez várhatóan 2019-ben beindul a megyei hálózaton is. Több útszakaszt fog érinteni, ezek körülbelül egy hónap múlva várható, hogy elindulnak, tehát július folyamán már az általam ismertetendő útszakaszokon várható, hogy munkavégzés lesz. Ilyen a Biaegyek Alcsúti egyek átkelési szakaszán és Alcsúdoboz irányában mintegy 6 kilométeres szakaszon fognak majd munkavégzések történni. Fog munkavégzés történni az Enying-Lajos-Komáromi úton Enying és Kabukapuszta között, illetve fog még munkavégzés történni itt Fehérvár környékén az Úrhidai körforgalomtól az Úrhidai tábláig. Ezek mintegy 9 kilométer útszakasz felújítását fogják jelenteni, és több mint 1 milliárd forintos értékben fognak a megye úthalózatán zajlani. És még egy nagyobb projekt előkészítése folyik, ez is várhatóan meg fog indulni még az évben, ez a Sörét-Csákvár-Bicskét, ezt régóta várjuk, 81-es út és Csákvár közötti szakaszán reméljük még, hogy az idén még munkavégzés fog történni. És azért ezek viszonylag forgalmasabb területek, nyilván az Úrhidai szakasz is, illetve hát az utóbb említett régóta várt szakasz is, tehát tényleg körültekintően kell majd menni és közlekedni. Igen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát nyugodalmas nyári időszakot kívánok önöknek. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezek, számítok akkor is a figyelmükre, viszontlátásra, kellemes estét kívánok!